Sziasztok! A mai nap kipróbálom Mark Wahlberg filmsztár étrendjét, ami azért érdekes, mert ő egy olyan filmsztár, aki gyúr is, tehát súlyzós edzés, resistance tréninget végez, és odafigyel arra, hogy mit teszik. Bár azt mondja, hogy most kezdett el odafigyelni, így 50 év fölött, de mindig is tudta, hogy hogyan kéne normálisan kajálni. Kerüli a többszörösen feldolgozott élelmiszereket, és eléggé összetett a fehérje profil, amit fogyaszt, úgyhogy vágjunk is bele, tartsatok velünk! Megjöttünk a vásárlásból, és el is kezdjük a napot. Mark vitaminokkal kezd. Nekem is nagyon hasonló a vitaminbomba kombinációm. B-vitamin, C-vitamin, D-vitamin, ugye most már kezd rossz idő lenni, cink, probiotikum és egy csomó víz. Ugye a testünk 72%-ban víz, ezért nagyon fontos a víz a legelején a napnak, azért mert egész éjszaka nem ittál valószínűleg, úgyhogy hidratálással indítjuk a napot. Én híve vagyok a nagy folyadékfogyasztásnak, ugye a hölgyek ezt kevésbé preferálják, de szerintem testépítőként egy 6-8 litert illik meginni testsúlyfüggő is, de minél több folyadék, annál jobb. Meg kell hagyni, hogy Mark ugye a pénztárcája ezért erősebb, mint a miénk. 4 étkezésbe sűríti a napi étrendjét. Elég magas a fehérjebevitele és a zsírbevitele, tehát egy kicsit ilyen karnivor jellegű diétás étrendet folytat, kevés szénhidráttal. Ugye az édes burgonya az, ami kifejezetten szénhidrátnak mondható, a zöldségek annyira nem számoljuk szénhidrátként. És hát azt mondom, hogy nagyon tetszik az étrendje. Nagyon kevert, ugye ahogy látjátok, van benne rák, sertéskaraj, csirkemell, lazacsték, füstölt lazac, tojás, úgyhogy, illetve hát görög joghurt. Indítjuk a reggelit, 5 darab tojás lesz, és hozzá fogok enni egy kis karajt, zöldséget, illetve eszik még füstölt lazacot. Nem vagyok az a konyhában nagyon sokat sertepert élő fazon, de megpróbálom a lehető legjobb tudásom szerint elkészíteni ezt a remek művet. Ha-ha! Nagyjából a fehérje profilom hasonló, annyi, hogy karajt én nem nagyon szoktam sertést, de nem vagyok egyáltalán ellene, csak mértékkel fogyasztok sertést. Néha a diéta alatt egy kicsit bűnözni akartam, akkor tükörtojást tettem a karajra. Ez pedig a görög joghurt erdei gyümölcs mix. Ez is a reggeli részét képezi, úgyhogy egy kicsit kiadós reggelivel indítjuk a napot. Azt kell, hogy mondjam, hogy a reggelim hasonlóképpen épül fel, mint Marké. Túl vagyunk a hidegvizes fürdőn, ugye? És akkor neki látunk. Valamiért a tojás karaj nekem ilyen cigánypecsenyére emlékeztető íz, úgyhogy abszolút adom, hogy diétába fekszik. Szóval nagyon alacsony a szénhidrát bevételünk a reggelinél, ez tök jó, mivel reggel a szénhidrátra nem úgy reagál a szervezetünk, egy kicsit inzulin rezisztensek vagyunk, mivel normál esetben azért kell egy kis idő, amíg a szervezet feláll, mint egy bebútol, mint egy számítógép. Feltételezzük, hogy nem azonnal nekivágsz a fizikai munkának a földeken, vagy háborúzol az ellenségeddel. Úgyhogy ha ezt lekövetjük, ezt a mintát, akkor tök egészségesek leszünk. Joghurtról jut eszembe az első film, amit láttam Mark Wahlbergtől még gyerekként, az a Boogie Nights volt. Nem tudom, hányan emlékeztek rá, gondolom az Z-generáció nem látta ezt a filmet. Ugye arról szól egy fiatal kölyök, aki nehéz körülmények között tengődik, de véletlenül belekeveredik egy társaságba, és pornósztár lesz, és ugye az egója elviszi, és a végén majdnem, hogy nincs talentként zárja a filmet, úgyhogy végül is egy ilyen tragikomédia, egy kis szarkazmussal, de jó pofa. Imádtuk gyerekkorunkban ezt a filmet. Persze a végén a Sztár vagyok hatalmas sztár, aki még emlékszik rá, jelenet az annyira nem, de az összes többi az jó volt. Ez
erdő gyümölcsöt zapkásába vagy hajdinakásába szoktam fogyasztani. Hanyagolom a joghurtot, megmondom őszintén, bár a kefir görög joghurt elméletileg a bélflórának jót tesz, úgyhogy nyugodtan beleférhet egy normális étkezésbe, de azért a tejtermékek 90%-a kerülendő. Reggel után a Marknak van egy ilyen smoothie-ja, ami ilyen zöldséget tartalmaz, ezt nem részletezte, úgyhogy egy kicsit szemére szabtuk. Uborka van benne, zellerszár, citrom, és teszünk egy kis gyömbérsatot. Legendás Marky Mark videóklip. Valahol el kellett neki is indulni, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy amúgy nem olyan tragikus. Kicsit még itt chillezünk, egyben a rehab matracba, és aztán megyünk tovább a második étkezéssel. Második étkezésünk édesburgonya chips, csirkemell, filé, illetve olajos magvak. Hova tette Vivian ezt a szart? Ezt vágjátok, hogy a porszívónál kerestem a lábost. Leég a kezem, azt a kurva. Biztos nem így kell ezt. Már láttam a kommenteket, hogy szét fogtok szivatni. A főzés tudományommal. Michelin csillagos csirkemellkészítő vagyok. A brokkoli miatt aggódok. Lássuk a édesburgonya chipset. Brokkolinak kellett volna még egy pár perc, olyan, mintha nyers brokkolit rágcsálnék a mezőkön. Megmondom őszintén, az édesburgonya nekem egy kicsit ilyen túl hype-olt dolog. Nem gondolnám rosszabbnak a sima burgonyát. Valahogy ez az édes íz, ez a sült tökre emlékeztet, amit sose szerettem. Tíz órai étkezés után Mark még mindenféle magfélét fogyaszt. Sajnos nem jutottunk el a Jim Beam Hub-ba, most nálunk van egy ilyen student mix, ahol olyan olajos magvak vannak kombinálva, ami nagyjából az ő étkezésnek megfelel, de mi most mandulával oldjuk meg. Az első ilyen akció vígjátéka tetszett meg nagyon Mark Wahlbergnek, a robbanó fejek, ahol is egy bérgyilkost alakít, egy bérgyilkos csapatnak a részét. Nagyon érdekesen volt feldolgozva az, hogy lehet rá számítani egy megbízható, egy kedves ember, aki amúgy egy bérgyilkos, de hogy húzigálja a barátnője, hogy kiröhögik a kollégái, és a végén mégis ő maradt talpon. Közben elkezdtük csinálni az ebédet, ami egy kicsit hardcore, mert csirke rágsaláta lazac, úgyhogy elég komplex a zsír és fehérje tartalma, de állunk elébe, biztos vagyok benne, hogy nagyon érdekes élmény lesz, és sose ettem együtt ezt a hármat, meglátjuk. Elfogyott a türelem, úgyhogy kicsit hardcore-ra sikerült a következő tányér. Ha megnézitek, akkor a csirkemell és a rágsaláta egymásra talált. Sajnos az airfryerben van még a lazac, úgyhogy elkezdjük ezt így fogyasztani. A főzésből nagyon elegünk van. Tök jó, hogy nem tudom, 10 éve nem főztem utoljára, de most így kezd elég lenni. Én nagyon szeretem ezt a kis koktélrákot. A saláta miatt választottuk ezt, amúgy ilyet szerintem utoljára 10 éve ettem Hollandiában ilyen szendvicsbe. A óceán partján voltak ilyen kis kisfőzdék, és ezt az apró méretű garnéla sztorit lehetett szendvics formában fogyasztani, de ugyanolyan finom, úgyhogy büszke vagyok magamra. Elkészült a lazacunk, nem túl bizalomgerjesztő, de hát... De rossz ízű. Ez nem jó. Ez most nem sikerült, srácok, nem baj. Megyünk edzeni, és utána már csak egy vacsora vár ránk. Gyerünk, nyomjunk egy jó kis mellet.
Lement a melledzés, és itt vagyunk most egy étterembe, várjuk a steakünket. Elég gyakran eszünk steaket amúgy, a család, és ez most egy bélszín, és én medium rare-en szeretem, véresen, mert megmondom őszintén, hogy iszonyatosan finom szerintem a véres hús. Már utolsó ilyen gyúros filmje a Pain and Gain volt. Nem tudom, emlékeztek erre, nagyon nagyot ment a moziban, Amerikában, de itthon is. Ilyen kettős, ambivalens érzésekkel tarkított, ha tudjátok azt, hogy amúgy akiről szó volt, vállalkozó, az magyar származású volt a filmben. Ebből lett is egy hatalmas botrány, ugye, hogy vígjátékot csináltak másnak a szenvedéséből. Valahogy ez a kettőség amúgy is kiérződött a filmben, de amúgy nekem átjött a buta gyúrós feeling, és tetszett. Szerintetek melyik volt a legjobb étkezés? Melyiket tudnátok beépíteni a hétköznapjaitokba? És ha az egész nap tetszett, akkor tudnátok-e minden nap így étkezni? Ennyi volt tehát Mark Wahlberg egész napi étrendje. Remélem, hogy tetszett a videó, tetszettek az ételek. Hölgyek, urak, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, lájkoljátok a videót, osszátok meg, ha esetleg szeretnétek valakivel megosztani. Sziasztok!